8 évvel ezelőtt kezdtem, már lassan 9, elsős koromban. Az elején még nem annyira vettem komolyan, és úgy igazán versenyezni most lesz októberben, hogy 3 éve kezdtem el. Azért kezdtem el taekwondozni apukám révén, ő a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke, és ő soha nem mondta, tehát nem ő indítványozta, hanem mi akartuk, a Luca is, meg én is mi akartuk elkezdeni, és versenyezni is mi akartunk elkezdeni. Indítás! Én nekem, hogyha felállok a pástra, akkor mindig az van, hogy nagyon, Csengének is biztos, de hogy nekem mindig az van, hogy nagyon-nagyon ott teszem magam, és tényleg nagyon akarom, és mindenmet teszek a győzelemért. Ma! Képzel, amit a szemére képzel, kegyek húzás hátra, megcsúszok! Hana! Dö-se! Ne! Hana! Tül-se! Ne! Hana! Tül-se! Ne! Hana! Dö-se! Ne! Gomon! Jobb lábad azt fel, húzod kezdve, rakod a bal lábadon, és elfordulsz jobbra! Igaziból ez fekete öv, csak mivel nem töltöttem be a 15. életévemet, ezért még ilyen a fele piros és a fele fekete, de hogyha betöltöm a 15. életévemet, akkor nekem is fekete lesz automatikusan, és nem kell vizsgázni újra. Csere a másik oldal! Én nekem a célom az olimpia, és ott dobogós vagy olimpiai bajnok lenni. Az, ami engem legjobban motivál. Nekem is az olimpiai bajnoki cím a célom. Ez az akadémia ugye a tehetséges sportolókat támogatja, és lehetőséget nyújt, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el ennek segítségével. Anyagilag is támogat, és más módon is. Én nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy bekerültünk, mert ez ugye plusz edzés lehetőséget is biztosít majd, és a versenyekre való támogatásnak is nagyon örültem, mert azért nem túl olcsó a versenyzés, de tényleg nagyon, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy bekerülhettünk, mert ez egy úgymond elismerés az MTK részéről, és ez nagyon jól esik.